tiszta búzát temezget a vadgalom. De szépen szól a pazonyi nagy hajam. Azt veri az mind a két oldalára, a pazonyi leányoknak nincs párja. Nyír pazonyba, két úton kell bemenni. Közel 15 évnyi szünet után először áll színpadon a Nyírpazonyi Népdalkör. A nívódíjas együttes 1955-től egészen 2009-ig Ivancsó Dénes népművelő tanár vezetésével működött. Olyan civil kezdeményezés volt ez, amely fél évszázados fennállása alatt nem csak hazánkban, hanem határainkon túl is jelentős sikereket ért el. Miért szűnt meg? Meghalt Ivancsó Dénes bácsi. És azok az emberek, akik oda jártak, megöregedtek tulajdonképpen, és a fiatalabb generációt elég nehéz ilyen dolgokba bevonni, de most olyan lelkesedéssel, 14 fővel indult ez a kis csapat, hogy elmondhatatlan boldogság nekünk, számunkra az éneklés és a közösség számára is. Bízunk benne, hogy nagy értéket fogunk teremteni. A község polgármestere a vármegyei közgyűlés elnökétől vett át emléklapot. Nyírpazony ugyanis több rendezvény szervezésével segítette a vármegyei önkormányzat 2018-ban indult több településen átívelő Hagyományok útján című programsorozatát. A záróeseménynek is Nyírpazony volt a házigazdája tavaly szeptemberben. A nagyközség vezetésének kiemelt célja a helyi tradíciók megőrzése, ápolása. Inkább a népi hagyományokra fókuszálunk, és úgy látjuk, hogy ebben azért egy komoly összefogás van a településen belül, intézmények, iskolák, óvodák, egyházak, civil szervezetek között. Ha egy pár példát tudok említeni, akkor szerveztünk már mesterségek ünnepét, hogy a kicsiknek, óvodásoknak, iskolásoknak bemutassuk a régi mesterségeket. Működik egy horgolda szakkör, ami szintén nyírpazonyi sajátosság, valamint a óvodáinkban és az iskoláinkban ott a népi hagyományokat ápolják egészen Falsamtól a Kiszebá végétésétől kezdve a lucázásig, és a református egyházközösségünk pedig néhány évvel ezelőtt a kántálás hagyományát hozta vissza a településen. Az emléklappal a vármegyei önkormányzat köszönetét és elismerését fejezte ki a nyírpazonyiak számára. Nagyon jó tapasztalatokat szereztünk. Nyírpazonyban is közel ezeren vettek részt ezeken a programokon, amelyek kis csoportos foglalkozásokat, hagyományérzést, nagy rendezvényt, egyfajta falunapot jelentettek, és ezt szeretnék megköszönni most itt Nyírpazonynak is, hogy ebben a programban részt vettek. Ezzel emlékezetessé téve számunkra ezt a néhány évet, amit az identitás megőrzésben, fejlesztésben együtt töltöttünk, együtt végeztünk. Persze ennek nincs vége, hiszen az identitások megerősítése, megőrzése egy örök feladat. Tudnunk kell, hogy hol vagyunk a világban, miért vagyunk itt, mi a feladatunk a világban, kik vagyunk. Ezeket a fogalmakat nagyon sok támadás éri manapság, ezért nagyon fontos, hogy megerősítsük magunkban magyarságunkat, lokálpatriotizmusunkat és identitásunkat. Az emléklap átadását követően kiállítás is nyílt a nyírpazonyi könyvtárban. A tárlatot Nagy Edina, a Nemzeti Művelődési Intézet vármegyei igazgatója nyitotta meg. A szervezet Szabolcs-Szatmár Berekben több mint 50 helyszínen indított kézműves szakköröket. Nyírpazonyban a helyiek mézeskalács készítő műhelyének alkotásaiból nyílt kiállítás.